a Mindenki Akadémiája színpadán Kuminár Tamás, hegedűkészítőmester. Üdvözlöm Önöket! A szakmám egyszerre kézművesség, művészet és egy kicsit alkímia is. A hegedűkészítés évszázadok óta virágzik, és a mai kor emberét is rabul ejti. Engem már évtizedekkel ezelőtt rabul ejtett. Kuminár Tamás világviszonylatban is elismert hegedűkészítő. Hangszerein számos ismert zenész játszik. Műhelyében az is bizonyítást nyer, hogy a hegedű és a muzsikus között nem a vonó az egyedüli kapocs. Amikor elkészítek egy hangszert, legyen az egy hegedű, vagy a brácsa, vagy a cselló, akkor olyan fejlődési fázis kezdetére lép rá a hangszer, mint amikor a csecsemő elkezd egy picit járni, aztán később beszélni. Tehát az elején minden olyan bátortalan, minden olyan kezdetleges, minden puha. És aztán ahogy megjön a hangja, egyre hangosabban sír, egyre hangosabban beszél, egyre erősebb lesz, megerősödik. A hangszerek is ugyanezt a fejlődési utat járják be. Kevésbé terhelhető, tehát például a muzsikusnak a vonóval nagyon óvatosan kell bánni az elején, mert berecsenhet a húr. De ahogy eltelik néhány hét, néhány hónap, megerősödik a hangszer, tehát már képes arra, hogy egy nagy hangversenytermet is betöltsön. Tamás életében a mesterség családi örökség. Gyerekkoromban sok időt töltöttem a nagybátyám műhelyében, aki szintén hegedűkészítő volt, és már egész fiatal koromban a laknak az illata, a frissen gyalult fa illata, az beleívódott az orromba, és a kész hangszereket meg tudtam szólaltatni, mert tanultam hegedülni is gyerekkoromban, és már akkor valahol tudat alatt eljegyzett ez a szakma. Ennek ellenére a házasság váratott magára. Tamás egy kis ideig kereste az útját, például matek fizika szakra is járt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A reál tárgyak mindig is érdekeltek, és eljött az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy a hegedű az mégiscsak közelebb áll a szívemhez, mint a száraz matematika vagy a fizika, és ez volt az a pont, amikor eldöntöttem, hogy ez lesz a hivatásom. A mester úgy tartja, hogy a hegedű tökéletes hangszer, amelynek hangszíne az egyetemes zeneművészet alapja. Éppen ezért a tradicionális hegedűkészítés azon belül is az úgynevezett cremonai iskola követője. Miként alakult ki a hegedű? Kik voltak a legjelentősebb mesterei? És hogy volt képes ez a hangszer az évszázadok viharát túlélni? A tradicionális hegedűkészítés módszereiről fogok ma önöknek mesélni. Kuminár Tamás műhelyében nem csak a hegedű, hanem a kávé is misztikusan készül. Amikor egy igazán sűrű ristretto lefolyik a vékony egérfarok lefolyással a csészénbe, az egy fantasztikus élmény. A hangszerészmester szenvedélyesen szereti a kiváló minőségű olasz feketét. Nekem valószínűleg egy személyiséghibám az, hogy mindenből szeretem a maximumot kihozni, tehát félgőzzel nem tudok csinálni semmit. Engem a kávézásban, az ízén és az aromáin és a szertartáson túl a kávékészítés is érdekel. Sokat tanulmányoztam, hogy az olaszok hogy készítik a kávét. Nekik ugye sokkal könnyebb a helyzetük, mint Európa más népeinek, mert ők ipari szabványba rögzítették az eszpresszót 1961-ben. Míg a hegedű és a kávé régi szerelem, addig Astor, a Golden Retriever, becenevén Bambino, a közelmúltban lett Tamás hűséges társa. Én első kutyás vagyok. Gyerekkoromban ugyan rövid ideig egy-egy kölyköt kezembe fogtam, de alapvetően első kutyás vagyok. Mindig egy nagy öröm, amikor a kutyámmal jövök ide fel. Napi egy-két órát mindig itt töltök, és az az önfelett játék, amit egy ilyen kis élőlény produkál, az mindig új energiákat ad az embernek. A kutyások körében úgy tartják, hogy négy lábú és gazdája előbb-utóbb hasonlít majd egymásra. No, de mit szól ehhez Tamás? Szeretnék felfedezni rokon vonásokat köztem és Astor között. Mindenképpen egy értelmes kutyát szerettem volna, azt reméltem, hogy értelmes lesz, és hát az a 7,5 hónap, amióta együtt élünk, arról győz meg, hogy a kutyám sokszor értelmesebb még nálam is. Ő sosem hibázik, ő mindig tökéletes, hogyha valamit elrontunk, akkor annak én vagyok az oka. A Mindenki Akadémiája színpadán
Guminár Tamás hegedűkészítőmester. Előadásának címe A hegedűkészítés titkai. A hegedű őse minden bizonnyal a lant, amit az arabok hoztak be spanyol közvetítéssel Európába, és a lant szóban megtalálható az arab lút, azaz fa jelentése szó, ami mai nemzetek nyelveiben egyet jelent a hegedűkészítővel. Németül a hegedűkészítő lautenmacher, olaszul liutájó, franciául lütyé, tehát mindegyik szóban ott van az eredeti lant jelzőcske, ezzel utalnak arra, hogy a középkori hangszerkészítők valójában fa megmunkálók voltak, és hát az összes középkori hangszer ősét, a lantot is készítették. Ezek a hangszerek kezdetben a lantformára hasonlítottak, amilyen csepp alakú, vagy mandarinra, esetleg citromra, vagy valamilyen más egzotikus gyümölcsre hasonlítottak, amit aztán később a hangszerkészítők továbbfejlesztettek a muzsikusok igényeinek megfelelően. Ez a fejlődés nagyjából 1550-re csúcsosodott ki, akkor kezdődött egy termékeny aranykor, egy több mint 200 éves korszak, aminek a központja az itáliai Cremonában, a Pósíkságon elhelyezkedő városban volt. Ott látszik az egyik kör, a bal felső kör, az Cremonát jelöli. És az egyik legjelentősebb mester Andrea Amati volt, aki a hegedű ma ismert formáját megalkotta. Ő egy dinasztiát is alapított, az Amati dinasztiát, és az ő közvetítésével a környező itáliai városállamok, Brescia, az csak 50 kilométerre van Cremonától, Velence, az már egy kicsit messzebb, Bologna, Milánó, Róma és Nápoly is hegedűkészítő központokká váltak, és ez a 200 év elegendő volt ahhoz, hogy a mai korok antik árveréseit megtöltsék ezek a remek művek. A hegedű a lantból kiindulva egy jelentős formai átalakuláson ment át. Rájöttek a mesterek, hogy az elsődleges rezonátor a hegedű tető rezgéseit egy apró kis fa henger, egy rudacska segítségével a hátnak közvetítik, és így módon egy dupla rezonátor jött létre, a tető és a hát. És ezáltal lehetségessé vált egy erősebb hangátadás, amit a lantok és a középkori hangszerek nem tudtak. Kialakultak különböző hangszercsoportok, rebekek, fidulák, violák, amik az évszázadok során mind egy irányba tartottak, míg végül a hegedű család tagjaivá nem esettek ki. Amikor hegedűt mondok, akkor valójában a hegedű családot értem ez alatt. Tehát a hegedűt, a brácsát, a csellót és a bőgőt. Ezeknek a konstrukciója, a főbb rezonanciai elveli, a fizikája lényegében ugyanaz, csak méretbeli különbségek vannak. Egyáltalán miért volt szükség a hegedűre? Miért kell egy olyan hangszer, egy olyan rezonátor, ami segít nekünk megszólaltatni a húrt? Kezemben tartok egy hegedű húrt. Ha ezt kifeszítem a levegőben, pusztán a két kezem között, és valahogy megpengetem, akkor nem hallok hangot, vagy nagyon gyenge hangot hallok. Ennek az az oka, hogy a levegő nagyon rossz vezető. Tehát az a hang, ami a húrban képződik, illetve amit a húr lead, az nem jut el a fülünkig. Ehhez kell egy olyan hangdoboz, egy olyan rezonátor, modern szóval egy olyan erősítő, ami képes ezt a rezgést átadni. Íme a hegedű. Ugyanez a húr felszerelve, megpengetve hallatszik. És ez azért lehetséges, mert ez a kis doboz, ez a hegedű háta, ez a teteje, ez a nyaka, itt vannak a húrok, ez a láb. Tehát ez a kis doboz végrehajtja azt a feladatot, amit a modern korban az elektromos erősítők. A húr megtörik azon a világos falemezen, amit lábnak hívunk, és ez a kis láb adja át a húr rezgéseit a tetőnek. A tető rezgései a hangszer belsejében lévő, most az ábrán nem láthatók, és lélek segítségével adja át a rezgést a hátnak, és ezáltal egy komplex összefüggő rendszer jön létre, ami már képes arra, hogy a felületéről leváló hanghullámok olyan erősek legyenek,
hogy az ezt a néhány métert, ami önök közt és köztem van, illetve egy hegedűs között leküzdjék, és ezáltal válik hallhatóvá húrálta a kibocsátott hang. A hegedű evolúció tulajdonképpen ennek a rezgő doboznak a technikai fejlődését jelentette. Kik voltak azok a mesterek, akik az aranykort képviselték? Hát paradox módon először egy bressai mesterrel kezdem, Gaspar Oda Szállóval, aki a Gardató partján Szállóban született, eredetileg Kaspar Bertolotti volt, de Bressába költözve egy nagyon komoly műhelyt vitt, és a tanítványa Paolo Maggini is nagyon híres volt, és ők a cremonai mesterekkel, akik nagyon közel voltak, tehát gyalog egy napi járóföldre, együtt fejleszgették a hegedűt. És később az egyik nagyon híres hegedűkészítő, Guarneri del Gesù, elzarándokolt Bressába, és a bressai stílust ötvözte a cremonaival, de erről majd később szeretnék beszélni. Az első nagy mester, akinek köszönhetjük a hegedű mai ismert formáját, az Andrea Amati volt. Ő akkorát alkotott a középkori hangszerek gyenge hangjához képest, hogy Franciaországba is eljutott a híre, és Medici Katalin egy egész zenekart rendelt Andrea Amati hangszereiből. Ez egy óriási elismerés volt. Ő alapított egy dinasztiát, a fiai is hegedűkészítők lettek, és az unokái is. A legismertebb unoka Niccolò Amati, aki ma az aukciókon a legmagasabb leütési árat érnek el a hangszerei az Amati családból, de sajnos ő mindössze arról híres, hogy minden idők legnagyobb hangszerkészítő mesterének, Antonio Stradivarinak volt a mestere. Stradivari kicsit kilóg ebből a sorból. Ő egy patricius család sarja volt, a családja posztókereskedő volt, és a Mediciekkel közösen üzletelt, és hát ő a fekete bárány volt a családba, de nem takadták ki, sőt, a családi kapcsolatrendszert és a vagyont a rendelkezésére bocsátották. Neki volt a Cremona történetének legnagyobb műhelye, fénykorában 6-8 segéddel dolgozott. Egy hatalmas háza volt, az alsó szinten a műhelyjel, feleség, sok gyereke volt, szolgálók, segédek, és egy nagyon nagy pazar műhelyt vitt. Ő egészen a spanyol királyi udvarig is eljutott a hangszereivel. Ez óriási elismerés volt. Tehát az, hogy a spanyolok elmennek Itáliába hangszert venni, és nem a saját mestereiket bízzák meg, ez mai észre felfoghatatlan teljesítmény volt. Matuzsálemi kort élt meg, 94 évet dolgozott, és ez alatt olyan kemény, rigorózus feltételeket szabott, hogy az az aktív 70-valány év, amíg dolgozott, rendkívül termékeny volt. Több mint 1200 hangszer fűződik a nevéhez, aminek több mint fele elveszett, és annyira egységes stílusban dolgozott, hogy csak a szakértők tudják megállapítani, hogy melyik évtizednek a termésével találkoznak. Hihetetlen precizitással dolgoztak. Fiatalabb kortársa volt a mai korok nagy divat neve, Giuseppe Guarneri del Gesù, aki azzal robbant be a köztudatban, hogy egy Niccolò Paganini nevű hegedűs a 19. század elején, 18.-19. század fordulóján az ő egyik híres hangszerén játszott, aminek az lett a neve, hogy az ágyú. Mert ennek a hangszernek hihetetlen erős hangja volt. Igaz, hogy Paganini kísérletezett cselló húrokkal, kicsit jobban megfeszítette a vastagabb húrokat, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy a robusztus felépítésű hangszer hihetetlen erővel szólt, és hatalmas operaháza 2000-2500 férőhelyes termét is betöltötte. Ezzel a hegedűkészítés átlépett az egyéniség korába, tehát itt már utazó virtuózok tüntették ki figyelmével a nagy készítőket. Ugye Viotti Stradivari játszott Párizsban, a Guarnerit pedig a előbb említett úriember szólaltatta meg, aki olyan ördögi ügyességgel játszott a hegedűn, hogy el is nevezték az ördög hegedűsének. Mik azok a módszerek, amik a középkori céhes hagyományon keresztül a hegedűkészítésbe is beszivárogtak? Jó néhány korábbi technikát alkalmaztak, és miután aranykorról van szó, ez valaminek a betetőzése, tehát ők semmi újat nem hoztak létre, csak a végletekig tökéletesítették az elődök technikáit.
A mai köztudatban az olaszok egy laza népségként jelennek meg. Valójában az olasz technikák voltak a legszigorúbbak a céhes rendszerbe, ami a reneszánsz időkre vezethető vissza. Azok a felületek, amik mondjuk egy csiga kialakításakor képződnek, legyen az egy fazetta, egy élletörés, ennek a szöge, az, hogy a véső milyen szögben érinti a felületet, mekkora széles nyomot hagy, milyen annak a felületnek a nyoma, ezek az apró jellemzők a legtökéletesebbek az olaszoknál, és minden egyes mesterre, minden egyes városra külön jellemző volt. Mások a bressai csigák, mások a velencei csigák, megint mások a kremonai csigák. Számtalan ilyen apró jellegzetesség van, ez alapján a szakértők be tudják azonosítani, hogy melyik város, melyik műhelyében, esetleg melyik mester remek művét tartják a kezikben. A céhes hagyományok virágzása után, ennek a 200 éves periódusnak a lezajlása után azt látjuk, hogy a népesség hirtelen gyarapodni kezd. Ipari forradalom, ezt megelőzően megjelenik egy erős, masszív polgárság, akiknek a gyerekei zenét tanulnak, és ez hihetetlen igényt támaszt a hangszerkészítőkkel szemben. És ez az igény, ez elsősorban mennyiség igény. Tehát a középkori szigorú céhes szabályok, hogy nem engednek a minőségből, az árból, ezeket teljesen felrúgja az a hihetetlen tömegigény, ami a hangszerkészítők felé megnyilvánul. Nagyon sok műhely tönkre megy, ebbe részben a háborúk is belejátszanak, de nem képesek ezt a mennyiségi igényt kielégíteni. Megjelennek a kontárok, akik már munka megosztással készítik a hangszert. Az egyik ember a hátat csinálja, a másik a tetőt, a harmadik az effet fágja, megint másik a csigát faragja, van, aki a lakkozást csinálja, és az egész manufaktúrának van egy gazdasági haszonélvezője, a tulajdonos. Ez a mozzanat a céhes rendszerben máshogy működött, és a céhek nem voltak képesek tartósan ellenállni ennek a fejlődésnek, bár a mai napig a szakmánkban ennek a céhes hagyománynak az elemeit használom én is, és a kereskedelmi része is összefügg ezzel, de valójában a hegedűk nagy része a Paganinit követő időszakokban már a manufaktúrákból kerül ki. Több tíz, sőt több százezer hangszerről beszélünk. Megint később, a 20. század elején megjelenik a gyári tömegtermelés, ami megint a minőség rovására megy. Ez egy furcsa kettősség, mert miközben a modern világban egy mikrochip lett, egy robot tud a legprecízebben legyártani, főleg, hogyha nanotechnikáról van szó, a fák világában, ahol a fa ugye inhomogén anyag, és a milliméterről milliméterre változik a szerkezet, ez csak az emberi agy képes felfogni, és egy másik munkadarabnál ugyanúgy letapogatni, és megmunkálni ezt a fadarabot. Ezt a mai ismereteink szerint a gépek még nem tudják. Ez reményre ad okot a jövőt illetőleg is. A jelenkorok hegedűk készítői ugye sokféle szerveződésben dolgoznak, vannak, akik manufaktúrákban dolgoznak, vannak, akik megmaradtak a céhes hagyományoknál. Egy szerencsés mozzanatnak köszönhetik azt, hogy még mindig van munkájuk, és az az, hogy az antikorok hangszereinek az ára nagyon magas, és egyre magasabb. Egy Stradivari több millió euróba kerül, vagy fontba, attól függ, hogy hol van éppen az árverés. És tőlünk, készítőktől ugyanazt a minőséget várják el, mint egy Stradivari hangszer esetében, ugyanazt a hangminőséget és ugyanazt az esztétikai megjelenést, és természetesen töredék árért. Azok a technikák, amik egy hegedű készítése közben alkalmazásra kerülnek, azok sokkal lassabban működnek, mint ami egy gyárban, egy sorozatgyártás során megvalósítható. Tehát ehhez a munkához elmélyült figyelem kell, ilyenkor az ember kizárja a külvilágból beszűrődő, zavaró tényezőket, egyedül marad az anyaggal, a gondolataival, megpróbálja a stílust leutánozni, megpróbálja
azokat a véső tolásokat ugyanolyan finomsággal, ugyanolyan újrafogással, ugyanolyan szögben végrehajtani, ha adott esetben mondjuk egy Guarnieri del Gesù csigaformát kell faragni, vagy egy Niccolò Amati F-et kell vágni, akkor az ember megpróbálja felidézni a 300 évvel ezelőtti mester lelki állapotát, és ennek nem kedvez az, hogyha nyílik az ajtó, belép a muzsikus, és éppen előadja azt, hogy a világ egy másik pontján Maestro Divárival lépnek fel. Stephen Hawkingnak volt egy pessimista jóslata arra vonatkozóan, hogy a mesterséges intelligenciával vigyázni kell, mert 50 éven belül a nem kívánatos emberi fajt eltörli a Földről. Nekem az a meglátásom, hogy ez a jóslat túlságosan pessimista, és pont a hegedűkészítés az élő bizonyíték arra, hogy az emberekben még mindig megvan az igény arra, hogy egy kézi munkával, a régi korok technikáit és hangulatát idéző munkadarabokkal egy olyan tárgyat hozzon létre a mester, ami nem csak azokat a dimenziókat valósítja meg, amit a fából ki lehet hozni, nem csak azt a háromdimenziós munkadarabot, amit lényegében most már nagyon hamar mindenki meg tud csinálni, akár a robotok is, de van egy olyan momentum a hegedű készítésnek, amiről eddig nem volt szó, és az egy új minőség megjelenése, és az a hang. Tehát ilyen értelemben a hegedű készítés egy alkimista, aki megmunkálja az anyagot bizonyos szabályok szerint, bizonyos törvényszerűségek szerint, és megjelenik egy olyan dimenzió, egy olyan momentum, ami a külön-külön végrehajtott műveletek és a külön elkészített részek összeszerelése előtt nem lesz látható. Olyan, mint egy teremtés ez az egész művelet, és ezt a momentumot, ezt a teremtés momentumot a gépek soha nem fogják tudni megcsinálni, legalábbis azzal a lélekkel, amivel az ember készíti a tárgyait, a gépek soha nem lesznek képesek ezt végrehajtani. Nem véletlenül hívják ezt az aprócska kis alkatrészt a hegedűben léleknek, mert ez egy közvetítő. Tehát két különböző principium jelesül mondjuk a férfi és a női principium közötti közvetítő erő, a lélek. És a hegedű az nem más, mint a középkori mesterek idealizálása az ember felé. A hegedű az egyik legemberibb hangszer. Én nagyon bízom benne, hogy a hegedű készítés fennmarad a jövőkorok emberiségének is, és ezt az üzenetet fogja hordozni a genetikájában, amit a középkori mesterek, mint egy alapkiületételnél beleraktak a hegedűbe. És amikor nézek egy 300 éves Stradivári hegedűt, néha előfordul, hogy ilyen is a kezembe kerül, akkor látom az idős mesternek a remegő mozdulatait, ahogy egy picit megbicsaklik a véső. De a fiai nem merték kiavítani, hanem úgy hagyták, mert mégiscsak a mester csinálta ezt. Látom, hogy a lakkozás már egy picit megkopott. Egy picit áldozatul esett az idő vasfogának. De a karakterek, az arcvonások, azok a jellemzők, amik a mesterre jellemzőek, azok arról árulkodnak, hogy ez az ember keresett valamit. És megtalálta, és 300 évvel később ott tartom a kezemben. Bízom benne, hogy ez lesz a hegedűkészítés jövője. Köszönöm, hogy meghallgattak. A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.